itt vagyunk Pilisjcsében, de a pálya az nem volt egyszerű, elég mélyen be van tárcsázva, illetve eléggé nedves a talaj. És ez mellett még a szél az iszonyatosan fúj, úgyhogy a leugrókba sokszor majdnem leszállt a motorról. Sok idő kihagyás után ez az első versenyem, úgyhogy eléggé küzdök a kézbedurranással, illetve ezzel a verseny feelinggel, de remélem, hogy jók lesznek a futamok. Szerintem a mezőnynek a 80% az külföldi, lehet, hogy több. Vannak jó EB-s vagy VB szinten is gyors rácok szerintem, úgyhogy mindenképp erős a mezőny. Mindenképp szeretnék egy jó startot, aztán meglátjuk. Két üteműt nagyon szerettem, de most az évelején voltak vele gondok, mind a két motor megállt. És tavaly, vagy múlt hét vasárnapra sikerült megcsinálni 300-as, de azért tudtam sokat menni, mert azzal is volt egy gond. Aztán én úgy láttam, hogy idén biztonságosabb lenne egy megbízható motorral menni. Nem éreztem úgy, hogy be tudom fejezni vele az évet, úgyhogy nincs motorhiba. Ezzel remélem sikerülni fog. Egész szezonban ezzel fogok menni, aztán majd évvégén megmondom, hogy jó döntés volt, vagy nem. A jövőre ez marad, vagy megint rápróbálunk a két térre, de meglátjuk évvégén. A futamban 4.-5. körül rajtoltam, de egy-két kör alatt sikerült fejelni az első helyre. Aztán egy kis előnyt képíteni, és azt próbáltam tartani. A jobb kezem eléggé bedurran, de remélem a második futam rámúlja. Yeah, it's my first race after my injury last year, so it's 11 months away. I took the whole shot and had a really good flow from the beginning, and it was mentally really hard for me. It's not so easy for me, but I managed first place. I'm really happy about it. I worked really hard the last year, the last 11 months. It's really, really good for me and also for my head. Első magyar bajnoki, Pilisjév. Tegnap mentek az 50-esek, 65, ma megy 85 Senior Pro MX1, MX2. Gyerekek, ahogy startolnak, az olyan, mintha én startolnék, vagy inkább jobban izgulok, úgyhogy megvan benne a feeling. Nekem nem nagyon hiányzik, főleg a versenyzésnek. Mikor ezt az asztalt mondjuk itt megláttam, akkor azért ugranék szívesen egyet. De ott a jobbosban már balra fordulnék szerintem. 7 éves korod óta versenyzem, minden hétvégén az a nyomás, ami rajtad van, anélkül nagyon jó élni. Nagyon, nagyon jó a mezőny, nagyon erős. Bárcsak így maradna ez a végéig is, mert azért az emberek nyilván eltűnnek majd. Tehát a külföldiek, mikor külföldi versenyek lesznek, ez elég korán van, hogy el tudnak jönni versenyezni.
Pliszczev, I like it. It's a very fast track and it's much hard. Very good jumps and yes, good condition today. Second moto, I have a good start. Second, hence it's problem. Good race now. Your second place? Rajt az rosszul sikerült sajnos, egy picit már csúszott a kuplungom. A tizedik helyről följöttem a negyedik helyre, nem találtam a flót a pályán, és visszaestem ötödiknek, de az összesítettbe harmadik helyen értem célba. Meg vagyok elégedve vele, mivel én lettem a legjobb magyar MX1-es kategóriába. Szerintem annak ellenére, hogy ez volt az első versenyem MX1-be, nem mentem olyan sokat ebből a 250-es motorral, ezzel a kettőteművel, jól sikerült. We went here last weekend and we've been here preparing for the season a little bit, so we will be here next week also. I didn't get arm pump and I was riding pretty fast. I started third, I think, and then I was riding third till the second last lap. And then I passed the second guy and then on the last lap I passed the first guy, so it was pretty good. I had good flow and I could ride with the boys. Dash. Baby!